A ciklus legnagyobb beruházása zajlott az elmúlt években Székesfehérváron, és zárult le tavaly októberben. A csatorna beruházás jelentős Európai Uniós támogatással valósult meg, és az egész Öreghegyet érintette. Ráadásul a Béla, a Fiskális, a Budai, a Nagyszombati és a Zsolnai út is megújultak. Számos kis utca felújítása az idénre maradt, bár ebből is tavaly sokat meg tudtunk valósítani. A mostani költségvetésben a Kriványi és a Tarnócai utca neve már szerepel, úgyhogy ezeknek biztos megtörténik a csapadék elvezetés és az úttest felújítása. Ezen kívül számos apróbb felújítás is történik majd a körzetben, így a borítér, megújulnak a bútorok, az utcabútorok, a park. A Fiskális úti orvosi rendelő felújítása már befejeződött. Most az Öreghegyi posta környéke van soron. 50 parkolóhely kialakítását tervezik, melyeket az orvosi rendelőbe érkezők is igénybe tudnak majd venni. Ezen kívül az idei költségvetésben szerepel a Kriványi út és a Tarnócai utca csatornázás utáni rendbetétele és a csapadékvízelvezetés megoldása. A terület önkormányzati képviselői az öreghegyiek türelmét kérik az útfelújítási munkálatok miatt. Lényegében ugye az örömteli szennyvízcsatorna befejezés után az úthelyreállításokra nagyon nagy szükség van, csapadékvíz elvezetéssel együtt. Ugye köszönjük a lakók eddigi türelmét is, és kérjük azt, hogy a következő pár évben még legyenek türelemmel, amíg minden utcára sor kerül. Még egy közös terve van a 12-es és a 13-as választókörzet képviselőinek, egy táblarendszer kialakításának megkezdése, amely térképpel és utcanévtáblákkal segíti az eligazodást, valamint egy térfigyelő rendszer kiépítése annak érdekében, hogy növeljék a közbiztonságot.